Az év legrangosabb Magyarországon rendezett versenyén, a Sárkányhajó EB-n egy arany, három ezüst és egy bronzérmet, valamint egy negyedik és két ötödik helyet szerzett az ESMTK csapata. Ezzel az összesített éremtáblán a hatodik helyen végeztek. A nemzetközi megmérettetésre tavaly ősz óta külön terv szerint készült a csapat. Hát van egy 20 fős sárkányhajónk, abból ki lehet találni, hogy 20-an tudunk benne ülni, illetve van egy kormányos, edzéseken dobosunk nincs, de versenyen ugye az is szükséges. Előfeltétele ennek, hogy valaki tudjon úszni, tehát 200 méter úszás az szükséges hozzá, hogy vízbiztos legyen, azon kívül nem kell más, meg lehet tanulni teljesen amatőröknek is, de nagyon sok sárkányhajó csapatnál a tagok eleinte, vagy korábban kajakoztak, kenúztak, vagy eveztek. Mentőmellényt sem használtok? Hát akinek van úszópapírja, annak nem kell, de amúgy az amatőrök, akik rócsókon, céges csapatok indulnak, azoknak kötelező. Te mióta foglalkozol ezzel a sporttal? Hát körülbelül 7 éve kezdődött, amikor először lejöttünk sárkányhajózni, és azóta tart. Milyen volt az első sárkányhajózásod? Milyen élmény volt? Furcsa, mert kajakoztam én is régen, de teljesen más mozgás, úgyhogy meg kell szokni ezt az új mozgáskultúrát. Ha már a megszokásnál tartunk, mennyire idő alatt lehet összeszokni a társasággal? Lehet-e úgy sárkányhajózni, hogy adhok módon hívunk be embereket, vagy pedig tényleg egy összeszokott csapat kell hozzá? Hát versenyzéshez mindenképp összeszokott csapat kell, de amúgy mindig van olyan, aki éppen becsatlakozik hozzánk, és próbálja elsajátítani. Általában itt maradnak. Ti mióta működtök együtt itt az ESMTK-ban? Hát az ESMTK-hoz tavaly csatlakoztunk, előtte egy Kolónia nevű egyesületünk volt, ott működtünk, de jobbnak láttuk ezt a megoldást. Úgyhogy maga a csapat egy 5 éve van körülbelül együtt, de mint mondtam, folyamatosan változnak az emberek benne. Milyen a korosztályi és a nemi megoszlás? Hát korosztályban 18 évestől 55-57 éves korig mindenki megtalálható, fiúk, lányok vegyesen, most nagyjából egálba vagyunk. Milyen eredményeitek vannak? Hát tavaly kezdődtek inkább ilyen dobogós helyezések, főleg hosszú távon, 2000 méteren. Az idei évben már rövid távon is általában áldöntőbe jutottunk, illetve szinte minden versenyen dobogósok voltunk 2000-en. Úgyhogy ez egy nagy előrelépés. Azt mondhatom, hogy amatőr csapattól, mert nálunk egyetlen egy ember van, aki valamikor kenuzott, meg én jó magam, aki valamikor kajakoztam. A többi mind úgymond amatőr. Idén is szereztetek egy nagyon szép eredményt, úgy hallottam. Mi volt ez pontosan, ez a verseny? Igen, az idén Szegeden pontosan 2 hete rendezték meg a Sárkányhajó Klub Európa bajnokságot, illetve a nemzetek közötti Európa bajnokságot is, és a Klub Európa bajnokságon indultunk, mint ESMTK. Nagy meglepetésre szereztünk egy aranyérmet, 3 ezüstöt és 1 bronzot. Milyen volt részt venni ezen a versenyen? Mekkora volt a kihívás? Mekkora volumenű ez a verseny? És hányan vettek részt rajta versenyzők? Hát rengeteg csapat vett részt rajta. Főleg 10-es hajókban indultunk mi. 20-as hajóból kevesebb csapat tudott részt venni a versenyen. Hát nagyon izgalmas volt. Én már voltam világversenyen, a csapatból 3-an voltunk már, a többieknek ez volt az első ilyen nagyobb megmérettetés, de mindenkit nagyon feldobott és nagyon tetszett neki. Említetted, hogy edzéskor nem használtok dobos segítséget, viszont versenyen igen. Na most egy versenyen hogy kell ezt elképzelni? Ugye egy ritmusra üti mindegyik hajóban a dobosa az ütemet, vagy valaki gyorsabban, és akkor az lesz az első? Hogy működik ez? Nem, tehát a dobosnak igazából az nem ő adja a ritmust a hajóban, hanem akik elől ülnek a sztrókok, abból is az egyik, meg van beszélve, hogy kicsoda, és azt kell dobolni a dobosnak, amit ő evez. Ez pedig minden csapatnál más. Milyen céljaitok vannak a jövőt tekintve? Nagyon felbuzdult a csapat, úgyhogy kitűzte a 2 év múlva a Klub Európa bajnokságot ismét, bár Moszkvában lesz, úgyhogy ez egy kissé költségesebb mutatvány lesz, meglátjuk. Még az edzéseitekről beszélj nekem egy kicsit. Hol szoktatok edzeni, mennyi időt vesz ez igénybe? Hát hetente 3-szor edzünk, itt a Gubacsi híd tövében, az ESMTK vízisporttelepén, délután 6 órától, általában másfél órát biztos igénybe vesz így bemelegítéssel, az edzéssel, illetve a nyújtással. Hányan vagytok most a csapatban, és vártok-e még jelentkezőket, friss játékosokat? Hát folyamatosan várjuk a friss jelentkezőket is. Pillanatnyilag egy 30 stabil főnk van, de mindig vannak, akik munkájuktól nehezen tudnak elszakadni, és csak ritkán tudnak lejönni edzésre, de
időnként számíthatunk rájuk is. Mi mindent erősít ez a sport, szellemileg, fizikailag? Igazából azt mondhatjuk, hogy mindent, hisz nagyon koncentrálni kell, hogy egyszerre mozogjon mindenki. Nem egyszerű a mozgás kultúrája, ahogy említettem, tehát elsőre nem igazán tudják az emberek megtanulni, idő kell hozzá. Az ESMTK sárkányhajó csapata várja a csatlakozni kívánó jövőbeni csapattársak jelentkezését versenyző és szabadidős csapatába egyaránt. Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol, ha nem is egy átfogó fél év értékelésre, de mindenképpen a fél év néhány eseményéről, dolgáról való beszélgetésre invitáltuk polgármester urat. És az egyik első kérdés az az, hogy az év elején már foglalkoztak annak a hídnak a tervezésével, áttervezésével, amelyre egy jelentősebb összeget sikerült kormányzati forrásból megszerezni. 1 milliárd forint körüli összegről van szó, ha jól emlékszem. És jelentős változás lenne Pest Erzsébet életében, de vajon hol tartanak a tervezések, a átgondolások? Jó napot kívánok! Hát sajnos nem ott, ahol időben szeretném, hogy tarthatnánk, vagy tartanunk kellene. Pontosan ennek a tervezésnek, a terveztetésnek az elhúzódása az, ami hátráltatja magának a közbeszerzési eljárásnak a kiírását, illetve értelemszerűen a beruházásnak az időpontját. És a terveztetés azért húzódik el, mert ugyan azzal indult ennek a létesítménynek a újbóli terveztetése, illetve a meglévő terveknek a napi igényekhez való alakítása, hogy ez elsősorban a jogszabályi változásokat kellett rajtuk átvezetni, de aztán kiderült, hogy azóta olyan új szempontok is felmerültek, ami miatt magához a építményhez is hozzá kellett nyúlni, legalábbis papíron. Többek között a kerékpárosok miatt, hogy így fogalmazzam, mert az eredeti tervekben két olyan torony épület szerepel híd pillérekként, híd lábakként, amelyekben spirálisan lehetett a kerékpárokkal fel, illetve lehajtani. És itt az érdekeltek szervezeteinek véleménye szerint, és egyébként jó néhány műszaki szakember szerint is, különösen a lehajtás a magasabbik, több 10 méter magas toronyból azért az nehezen megoldható, sőt, sok szempontból balesetveszélyesnek is tekinthető volt az előzetes elképzelések, az első körös tervek alapján. Na, úgyhogy ennek köszönhetően egy hónappal még meg kellett hosszabbítanunk a terveztetésnek a határidejét, úgyhogy július 31-e, amikor ez befejeződik, viszont akkor elmondhatjuk, hogy ezeket a terveket is véleményezte a képviselőtestület, hiszen lehet, hogy nem mindenki emlékszik rá, de azért ezek most már egy majd 9 éves tervek, amik az akkori jogszabályoknak, az akkori igényeknek, viszonyoknak jobban megfeleltek, és azt az akkori képviselőtestület fogadta el, tehát nem volt baj, hogy ezt újra tárgyalhatta a jelenlegi összetételű testületünk, illetve olyan szakmai szervezetek, akiknek annak idején a véleménye nem feltétlenül lett kikérve, elsősorban most itt a kerékpáros érdekvédőkre gondolok. Most ezek is ebben a tervezési folyamatban részt vettek, véleményt mondhattak, úgyhogy így most már remélhetőleg egy olyan munka készül el, amely hát ha nem is valamennyi igény, de az igények nagy többségét azért érvényre tudja juttatni. És a pénz az stabilan megvan, tehát nem kell attól tartani, hogy valahol elillan. Nem, természetesen ez a pénz akkor hívható le, ha a szerződés a minisztérium és önkormányzat között aláírásra kerül. Erre még nem került sor, hiszen ahhoz kell a terv, az engedélyes terv, amely
mint mondtam, most hamarosan elkészül, és ezt követően lehet majd az összeget lehívni, ami egyébként így van, stabilan megvan. A jelen pillanatban annak a felhasználhatósági ideje az 2018. december 31-e, tehát ennek a létesítménynek addig el is kellene készülnie, reméljük, hogy így is lesz. Polgármester úr, évfordulók sorjáznak Pest Erzsébeten, nemrégiben óvoda 40 éves, aztán iskola 100 esztendős ünnepsége zajlott, a Kossuthi Társaság negyed évszázados működése, és ön általában részt vesz ezeken az eseményeken. Pest Erzsébet múltja mennyire van jelen a mindennapjaiban? Hát egy-egy ilyen évforduló azért mindenféleképpen az összegzésnek is az ideje, hiszen az addig eltelt időszaknak nem csak az emlékeit elevenítik fel, és az eredményeket, vagy eredménytelenségeket szedi az ember csokorba, hanem a hétköznapok eseményeit is. Különösen így van ez egy oktatási intézménynél. Végül is, ha ezt a sort szeretnénk bővíteni, akkor a 100 éves városháza, a 110 éves SMTK, a 100 éves csiri épülete, tehát mind olyan ebben az esztendőben, mint hogyha egyik ünneplésből a másikba mennénk át, erősíti a közösségeket, különösen, hogy a meghívottak között egy-egy ilyen rendezvényen ott vannak azok, akik a mögöttünk hagyott éveket, évtizedeket is képviselték, és nem csak vezetői szinten, hanem akár alkalmazottként, vagy iskolák, óvodák esetében oda járó diákként, kisovodásként, és ez mindig jó érzés, összetartó érzés, családias hangulatot teremtő helyszínek ezek. Egy ilyen kerületben, mint amilyen Pest Erzsébet is, amely több tízezer, közel 70 ezer lakossal bír, különösen fontos, hogy legyenek ilyen találkozási pontok, mert azért minden lakóhely vagy településnél a meghatározó elsősorban a közvetlen környezetünk, meg azok a kapcsolataink, amikben a hétköznapjainkat éljük, és mindenki szeret, mint ahogy egy kiskonyhába, és mindenki a kályha mellé kucolódik adott esetben, vagy legalábbis az emlékeibe ilyen hely után kutat, ugyan ez van a társas kapcsolatokban is, én és a munkai kapcsolatokban is én így ítélem meg, és bármennyire is nagy és egy ilyen település, mégiscsak törekszik mindenki arra, hogy valami kisebb közösséghez tartozónak érezze magát, és ezek az ünnepségek pont erre kiválóan megfelelőek és alkalmasak. Ebben az elmúlt fél esztendőben volt-e olyasmi, amit örömmel pipált ki, hogy sikerült ezt, megoldottuk, ezen túl vagyunk, önkormányzati szempontból kérdezem. Hát a legutolsó, hogy tegnap a testületi ülésen túl voltunk, és most a szabadság előtt állok, tehát ezt abszolút örömmel pipáltam ki. Komolyabbra fordítva a szót, hát természetesen a minden év legnagyobb kezdése vagy kihívása az a költségvetés, úgyhogy ebben az esztendőben is az nagy örömet jelentett és sikerélményt, hogy az első körben sikerült a képviselőtestületnek egy olyan költségvetést alkotnia, amely működőképes, hiszen jelen pillanatban is problémamentesen tudjuk a feladatainkat végrehajtani. Ahogy most szóba kerültek ezek az évfordulós rendezvények, ez is egy fontos állomás, hogy az eddig megtartott, majd fél éven átfolyó ilyen irányú munka is sikeres volt, habár ez nem újdonság, mert minden évben azért nagyon sok önkormányzati és önkormányzat által fenntartott intézményi rendezvény van, és általában azt kell mondanom, hogy sikeresen zajlanak ezek, de azért amin így túl vagyunk, az rendkívül szép és sikeres és tartalmas, és a lakosság által is elismertek voltak.
Egyet csak hadd említsek, például a március 15-i megemlékezésünkre is az volt az általános vélemény, hogy jó érzés volt ott lenni és közösen ünnepelni. Amiben vagyunk, de láthatóan és hamarosan be fog fejeződni, az a közterületeknek a rendbetétele, amely most már már ebben az esztendőben második éve folytatódó, és a jövőben is folytatódni fog program. Itt most elsősorban a Törökflóris utca és határút, Topánka utca által határolt területen élők és az arra utazók láthatják, hogy jelentős parképítési munkák zajlanak, és a tavaly évi tapasztalatok pedig azt bizonyítják, hogy ez jó irány, mert alapvetően megváltozik az a lakótelepi környezet, barátságosabb, sokkal tisztább és rendezettebb, úgyhogy ez is egy kifejezetten jó érzés, és öröm, hogy ezt képesek vagyunk megcsinálni. Van egy komoly előttünk álló feladat, reméljük, hogy ebben is sikeresek tudunk lenni. A Dunaparti átépítés, átrendezés is zajlik. Ennek bizonyos értelemben része egy régebbi kötelezettségünknek a mostani beteljesülése. Hozzáteszem, hogy ez a kötelezettségvállalásunk jobb lett volna, ha nem szakad a nyakunkba, de így is, hogy ezt a lépést meg kell tenni az önkormányzatnak, azt gondolom, hogy előrébb kerülünk, hogy ne olyan titokzatosnak hangozzék ez, amit most mondok. Ugye itt sokan ismerik a Duna Garden nevű létesítményt, amely mellett a Jódos Sorsfürdőnek a felújítása, megújítása is feltételezhetően ebben az évben megkezdődik. A tervek engedélyeztetése az folyamatban van, ebben részt vesz az önkormányzatunk. A Duna Gardennél pedig az önkormányzat felszámolásban meg fogja vásárolni az épületet, mert az alatta lévő földterület a miénk. A további hasznosításáról majd döntenie kell a testületnek. Ameddig ez nem történik meg, az üzemeltetés természetesen az tovább folyik, tehát reméljük, hogy ugyanolyan színvonalon és sikeresen, mint ahogy az volt az elmúlt időszakban is. És a mellette lévő csónakházak rekonstrukciója pedig az egy szintén folyamatos feladat, amelyből egy elég jelentős szelet fog megint ebben az esztendőben megvalósulni, ahol a munkák már szintén elkezdődtek. Úgyhogy ez így egységeiben tekintve egy komoly előrelépés, az egy más kérdés, hogy a vásárláshoz szükséges feltételeket az önkormányzatnak biztosítania kell, és ez egy nagy feladat számunkra. Ha a kormány engedélyt meg tudjuk szerezni a hitelfelvételhez, akkor egy könnyebben kezelhető helyzet teremtődik. Én nagyon bízom benne, hogy a kormány támogatni fogja ezt a lépésünket. A kormány engedély előkészítéséhez és a bankokkal való megegyezéshez nagyon sok munka és energia volt szükséges. Remélem, hogy ez meg fog térülni. Én bizakodó vagyok ebből a szempontból is. Egy önkormányzat működéséhez elengedhetetlen, hogy rendben legyenek az adóbevételek. Pest Erzsébeten ebből a szempontból mi újság van? Nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni. Időarányosan jól teljesülnek a bevételeink. Igaz, hogy egy jelentősebb felfutása ennek mindig az őszi hónapokban van, mert ugye a gépjárműadó és az ingatlanadónak a második részletét, aki két részletben fizeti, azt a szeptemberbe kell befizetni, de amennyire én láttam a legutóbbi adatokat, időarányosan jól állunk. A tavalyi esztendőben is sikerült teljesíteni a kitűzött célokat. Nincs egyébként magasra emelve a léc, tehát nem egy lehetetlen feladat. Ez pedig egyszerűen azért van, mert a lakosság összetétele és
tehetősége, azért azt lehet tudni, hogy nem a fővárosi első egyharmadba, hanem inkább az utolsó harmadba tartozunk, tehát innentől kezdve az ebből származó bevételeink sem olyan mértékűek, nem olyan jelentősek, ilyen értelemben a behajtásuk is bizonyos értelemben könnyebb. Egyébként nem rossz az adózói magatartás Pesterzsébeten, az iparűzési adó, ami osztott bevétel a fővárossal, és azt a főváros utalja le, ott azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fővárosi terv, és ezáltal, ami az önkormányzatunkra esik, Pesterzsébetnek jutó rész, az folyamatosan emelkedő volt. Ez sem egy fantasztikus méretű emelkedésről beszélünk. Ebben az esztendőben a tavalyihoz képest néhány 10 millió forinttal terveztek ránk többet. Én elégedett leszek, hogyha ez fog tudni teljesülni, a tavalyi évben teljesült. Most az eddigi időarányokat megint csak figyelembe véve elfogadható mértékű, amit a főváros idáig utalt nekünk. Jelentősebb utalás itt is majd októberben várható. Polgármester úr, nem az ön felelősségi körébe tartozik, de mindenképpen figyel a Dél-Pesti Kórházra folyamatosan, azt jól tudjuk, mindenféle önkormányzati támogatásokból, meg általában is, hiszen az erzsébetiek is igénybe veszik a kórház szolgáltatásait. Mostanában sokféle olyan hír járt a kórház körül, amely egy-egy részleg bezárásáról szólt, elmentek hírek szerint emberek az IKEA-ba dolgozni inkább, aztán ezt cáfolták nagyon határozottan a kórház részéről, politikusok is megszólaltak. Ön mit lát? Mi a helyzet ott? Hagyj legyek én most a első pár mondatomban a lakosság nyelve. A Dél-Pesti Kórház szinte a kezdetektől nem feltétlenül a legjobb kórházak között volt emlegetve. Ennek nagyon sokféle oka volt. Talán az egyik az annak idején, tehát ezt most még ott a 80-90-es évekre értem, a méretei miatt ez egy nagyon komoly, nagy létesítmény volt. Ebből adódóan nagyon sok beteg fordult meg, nagyon sok műtétet végeztek, és ugye amellett, hogy nagyon sokan elégedetten távoztak onnan, a panasz is a létszámmal arányban több volt, mint ennél lényegesebben kisebb intézményekben. Ez csak azért fontos elmondani, mert az embereknek ezeken a sztereotípiáin, megszokásain változtatni rendkívül nehéz. Most ez a helyzet jelentős mértékben nem tudott változni és javulni, mert az akkor még új és jól felszereltnek tekinthető létesítmény az elmúlt évek során rendkívül komoly hátrányba került, úgy, ahogy egyébként a kórházak legnagyobb többsége, mert olyan mértékű műszaki állapot romlás következett be, amit a kórház saját maga kigazdálkodni nem tudott. Az sem segített a helyzeten, hogy hol minisztérium, hol főváros, aztán megint állami finanszírozásba, működtetésbe kerültek ezek a létesítmények. Miközben például egy vidéki településen a helyi önkormányzat a felelős egy ilyen létesítményért, az állammal persze sok szempontból közösen. Pesterzsébeten az önkormányzatunknak sosem volt lehetősége a kórház életébe és ügyeibe beleszólni. Mi csak a társadalmi kapcsolatot tartottuk úgymond, és próbáltunk a saját költségvetési eszközeinkből valami fajta kis segítséget nyújtani. Ez persze van, amikor 10 milliós nagyságrendű gép beszerzést jelent, vagy a Ady Endre utcai STK rekonstrukciójában való részvételt. Tehát azért nem elhanyagolhatóak ezek, de egy ekkora létesítménynél, ahol mondtam, azért ez mégiscsak egy csepp a tengerben.
Ami vitathatatlan, hogy ebben a kórházban jó néhány kiválóan felkészült szakember dolgozik, és én most hadd ne kezdjem felsorolni a magam laikus módján őket név szerint vagy osztály szerint, de ha csak egy példát kell mondanom, az urológiai osztály az például főváros szerte, de ország szerte is egy elismert, magas színvonalú tevékenységet folytat. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a délpesti kórház ebből a szempontból nem rosszabb, mint a főváros jó néhány intézménye, de műszaki, technikai állapotát tekintve az egyik legelhanyagoltabb létesítménynek számít. És ami szintén igaz, hogy a magas a fluktuáció, különösen a hiány van ápolókba, nővérekbe, akár betegszállítókba, ez pedig, ahogy itt most elhangzott, többek között annak is az oka, hogy akár még egy IKEA-ba is többet fizetnek egy eladónak, mint adott esetben egy kórházi dolgozónak. Persze a sajtó a hírekben túlzásokba tud esni, és ebből a szempontból meg a kórházra is rájár a rúd, nem felemlegetve, de ugye az a szerencsétlen haláleset, amit a takarítással, illetve annak hiányával hoztak összefüggésbe, az sem feltétlenül fette a valóságot, de nagyon könnyű egy olyan nehéz helyzetben lévő intézménynél a problémákat még színesebbre festeni, mint amilyen helyzetben maga a kórház egyébként általános állapota miatt van. Vagy, hogy összekapcsolódik ugye két történet, az új IKEA-nak a megnyitása, és ez a bizonyos elvándorlás. Ez megint csak egy ilyen sláger hírnek tekinthető, amit én ellenőrizni nem tudok, sőt, nincs kizárva, hogy valóban volt olyan, aki segédnővérből inkább átbatyogott a IKEA-ba eladónak, de nem hiszem, hogy ez általánosságban véve jellemző lenne, vagy jellemző volt. Arra viszont még egyszer hangsúlyozom, kiválóan alkalmas, hogy egy Blikk cím oldalán megjelenjen, mert végül is ennek az újságnak, például ennek az újságnak ez is a profilja, hogy ilyen sláger híreket tudjon gyártani, és ugrunk is erre valamennyien, én is, hogyha erről van szó, mert ezek azok, amik a átlag hírtől eltérőek, és a figyelemfelkeltővé tudnak válni. Végül is összegezve, én most a Semmelweis napi ünnepségén a kórháznak részt vettem. A mi önkormányzatunk is hozzájárult ahhoz, hogy az ott dolgozók jutalomban részesülhessenek. Meggyőződésem, hogy nagyobb részük szakmailag jól felkészült, lelkiismeretes és tisztességgel végzi a munkáját. Ahogy az előbb említettem, rendkívül nehéz körülmények között. Hogy ezek a körülmények változhassanak, hogy a délpesti válhasson egy olyan kórházzá, mint nagyon sok vidéki kórház, sőt a vidéki kórházok nagy többsége most már olyan komoly felújításokon és műszerpart cseréken ment keresztül, hogy tényleg európai szintűnek tekinthetőek. Én remélem, hogy ez itt a fővárosi kórházakat is előbb-utóbb eléri, és azon belül pedig jó lenne a délpestit minél előbb. Nehéz így beszélni róla, valóban ott kell lenni és látni, hogy mennyire elhanyagolt és leharcolt és lelakott a kórháznak bizonyos területe. Úgyhogy ott, aki vezetői beosztást vállal, aki ennek a kórháznak az igazgatója, azelőtt mindenféleképpen kalapot kell emelni, mert nem könnyű helyzetben kénytelenek helyt állni, és ez nem csak a jelenlegi vezetésre, hanem az azt megelőzőre is vonatkozik. No de pláne, hogy egy kórháznak a vezetése egy rendkívül összetett feladat, nem csak a szakmát kell bizonyos értelemben érteni, hanem a közgazdasághoz, és akkor még hagyd ne soroljam tovább. Köszönjük szépen. Jöjjön. Én is köszönöm. We'll be right back.
A tangó és a szalsza után a swing vette át a hatalmat Pesterzsébet főterén. Az idei térzenei sorozat harmadik előadója a Dixie Kings of Hungary volt. Az együttest annak trombitása Szalóki Béla mutatta be. Én gyerekkoromban kerültem kapcsolatba a zenével, hiszen szüleim mind a ketten muzsikusok, és én egy zeneiskola irodáiban nőttem föl gyakorlatilag, úgyhogy adekvát volt, hogy ezzel kezdek el foglalkozni. Gyakorlatilag, hogy mit jelent ma az életemben a zene? Én ebből élek, ez tölti ki a mindennapjaimat gyakorlatilag a 0-tól 24 óráig, úgyhogy ez igazából, ez nem egy szakma, még hivatásnak sem mondanám, ez egy életforma. Aki ebben egyszer megtalálja a magának valót, azt utána már nem fogja elengedni. Egy legendás Dixieland zenekar Magyarországon, úgy hívták, hogy Benko Dixieland Band, és a Benko Dixieland Band vezetőjének, Benko Sándornak a halála után, ez egy bő másfél évvel ezelőtt történt, azután a zenekarnak a tagjai úgy döntöttek, hogy együtt maradnak, úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk, és új néven ugyan, de folytatjuk azokat a zenei és kulturális hagyományokat, amit ugye az a zenekar 50 éven keresztül képviselt. A dobosunk Kovacsevics Gábor, a nagybőgős Csikós Miklós, Gáspár Pál bendzsózik, a zenekar legfiatalabb tagja Pintér Péter, a zongorista, és a három fúvós pedig Benko Sándor helyét átvette Dennert Árpád, aki klarinét mellett tenorszaxofonon is játszik. Ugye én trombitálok, és nem udvariatlanságból hagytam a legvégére, hanem a zenekarnak a vezetője, illetve a kor elnöke, aki 50 évet húzott le a Benko Dixieland Band, ő pedig egy erzsébetvárosi lakos, Nagy Iván, aki harsonázik, énekel, ő írja továbbra is az összes hangszerelést, hát ő az atya ennek az egésznek most. Alexander Swag Time Band. Come on here, come on here. He's the best band in the land. Take the payback like never heard before. So much about that one go to one. That's just the best band in the land. Ah, honey, land, come on, land. Come on, land. Let me take you by the hand. To the man, to the man. To the leader of the band. And if you care to hear this one in River play, ain't wrecked. Come on here, Alexander's ragtime band.
do-do-do-do, love to bend. And if you get to hear the Swanee River play in ragtime, come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band. Köszönjük szépen, Nagy Iván éneket! A zenekarnak nagyon nagy a repertoárja, úgyhogy ezek között biztos vagyok benne, hogy lesz egy-két szintiszta Dixieland. Fogunk játszani a swing korszakból egy-két örök zöldet, és számítunk arra is, hogy néhányan táncra perdülnek itt a Városháza előtt, úgyhogy olyan muzsikát is fogunk játszani, ami erre alkalmas. Hogy látja, mennyire van Magyarországon, vagy akár itt Pesterzsébeten helye a Dixielandnek és az alábbi műfajoknak, vagy előbbi műfajoknak, amiket felsorolt? Én azt gondolom, és ezt talán nem csak én gondolom, így mondhatom, hogy ez így van, hogy egész Európában reneszánsza van ennek a muzsikának, hiszen napjainkban rendkívüli módon felértékelődött az, hogy egy zenekar teljesen élő muzsikát játszik, tehát nincsen benne semmiféle elektronika, nincsen benne playback, ami ugye azt jelenti, hogy nem szól semmi, nem előre felvett zenei anyagot lehet hallani, hanem itt minden ott, ami a színpadon élőben zajlik, azt lehet hallani. És ez, ugye akusztikus hangszerekkel játszunk, ami azt jelenti, hogy ezek hosszú-hosszú időt vettek igénybe, ezeknek a kezelésének az elsajátítása. Tehát ez egy olyan érték, aminek nagy értéke van, és én azt gondolom, hogy ezt egyre inkább felismerik, és látják mindenhol. Vajon mennyire fog tudni fennmaradni ez az érték majd a jövőben, és milyen célok állnak még önök előtt?
Hát itt ugye elsősorban arról van szó, ez egy hagyományőrzés, úgyhogy a célunk az leginkább az, hogy fennmaradjon, és a másodlagos célunk pedig az, hogy mindig legyenek újabb és újabb zenekarok, akik aztán ezt tovább viszik. És azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatal ilyen oldtimer zenét játszó muzsikusok között egyre több van a jobbnál jobb muzsikus. Egyre jobban játszák, egyre értőbben játszák ezt a zenét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarországon biztos, hogy jó kezekben van ez a műfaj. Thank you.
just a gigolo, and everywhere I go, the people have the part I'm playing. The faithful eminence, said each romance. Every night I'm at Bridge Rain. Now, very common day, you pass away. What would they say about me when the end comes? I know who they say, just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, the people are the part I'm playing. The faithful evidence and in each romance, all of the same. How dare it come a day, you pass away. What would they say about me? When the end comes, I know that's it, just a gigolo. Life goes on without me. People are the part I'm playing. The painful evidence of each romance. Oh, of the same. After it come a day, you pass away. What would they say about me?